kétes napközis bűvésztábort tartunk itt Győrben. Azt találtuk ki, hogy mivel rengeteg trükköt tanulhatnak a gyerekek, legyen egy gála műsor is, ahol mindenki a kedvenc mutatványát bemutathatja a szülőknek. Erre nagyon izgatottan készültek a hét folyamán. Persze nem csak trükközés van, hanem sok kaland, varázslatos játékok is helyet kapnak a táborba. Egy olyan mutatvány fog következni, amit senki nem próbáljon ki otthon. Nagyon örülünk, hogy fiúk, lányok vegyesen jelentkeztek a táborba. A fiúknak általában mindig nagy kedvenc a bűvészet, mint egy hobbi, de most lányok is szép számmal jöttek, tanultak köteles, kártyás, karikás trükköket, illetve mindenkinek lehet egy-egy olyan kedves varázslat, amit nagyon megszeret, és akkor a Susán Péter bűvésztanárunktól vagy tőlem kérhet tanácsokat, és mi segítünk, hogyan adják elő, és milyen trükk illik hozzájuk. Az első kérdésem az, hogy van valakinek szerencse száma? Lehetőleg két számjegyből álljon, és minden legyen. 13. Jó, van valakinek még egy? 18. Jó. Itt jelentkezett a srác. Jó, az 66. Ugye 4 meg 37 az 41, meg 14 az 55, meg 11 az 66. Most akkor valaki válaszol egy oszlopot. Jó. Ugye 14 meg 5 az 19, meg 39 az 58, ugye? Igen, meg 8 az 66. Hogyha kiszámoljuk ezt a középső négyzetet, ugye akkor 39 meg 12 az 51, meg 10 az 61, 61 és meg 5 az 66.